A Lőrinc pedig itt is van már. Jó estét kívánok. kívánok. Miniszter, Magyarországon ugye elkezdett a fertőzések száma emelkedni, ugyanakkor a kormány miniszterelnök úr arról beszélt, hogy a kormány ellenzi a szigorításokat. Miért ellenzik akkor? Azt látjuk, hogy Magyarország egy konzekvens rendszert vezetett be, ami a korlátozó intézkedéseket, a járvány megfékezését szolgáló korlátozó intézkedéseket jelenti. November 11-e óta ugyanabban a mederben ugyanazokkal a szabályokkal folyik az életünk és látjuk azt, hogy a járvány az egész Európában fölfelé menő tendenciát mutat, egész Európában emelkednek az esetszámok, nem sok helyen nem ez nem már a harmadik hullám, hullámot is jelenteti, és azt látjuk, hogy számos országban, ahol lazítottak, ahol kinyitottak pár napra is akár, sokkal-sokkal sokkal, sokkal, rosszabb, rosszabbak lettek a számok. Éppen ezért gondoljuk azt, hogyha kitartunk, a mostani intézkedések mellett, hogyha ezek a korlátozó intézkedések még egy darabig hatályba lesznek, és közben az folyamatosan beérkező vakcina szállítmányokkal egyre több és több embert tudunk beoltani, akkor magunk mögött tudjuk hagyni majd a járványt is egy idő után, és fokozatosan és felelősségteljesen a korlátozó intézkedéseket is. Ha sikerül húsvétig ezt a 3,5 millió oltást beadni, miről a miniszterelnök úr beszélt, ugye, akkor messze a hasonló méretű országok előtt leszünk Európában. Hányféle feltételnek kell ehhez teljesülnie? Háromnak. Vakcina, vakcina, vakcina. Ez a három feltétel, hogy elegendő vakcina álljon rendelkezésre, hiszen a tudásunk, a képességünk, az emberek, az infrastruktúra, minden megvan ahhoz, hogy, a, hogy tömegesen be lehessen oltani a magyar embereket. Megvannak hozzá a szakemberek, meg vannak az oltópontok, megvannak az infrastruktúrális feltételek folyamatosan érkeznek vakcina szállítmányok Magyarországra, és már négyféle vakcinát lehet alkalmazni Magyarországon, és jövő héten a népegészségügyi központba érkezik a kínai vakcina is, De aminek nem, a felszabadítását meg már. lehet. Így is előrébb tartunk egyébként, mint, a, mint az uniós átlag, hiszen Magyarország időben kapcsolt, tudjuk, hogy az Európai Bizottság későn kötött szerződéseket, éppen ezért kezdett el Magyarország más irányba is tárgyalni, és ezért van jelen most már az orosz vakcina, és ezért lehet a jövő héten már a kínai vakcina is itt a, itt a körzetünkben. Mire alapozzák ezt az optimizmust, hogy itt lesz ez a 3,5 millió adag vakcina? Azt látjuk, hogy a lekötött szerződések alapján nyilván az a vakcina biztos, ami megérkezik, és itt van a népegészségügyi Központ raktárában, és aztán a oltópontokra, a háziorvosi rendelőkbe, kórházokba kiszállításra kerül. A miniszterelnök azt mondta, hogy minden regisztrált ember, ez most két millió fölött van valamennyivel, és folyamatosan nő a regisztráltak száma, azt, azt gondoljuk, hogy fontos, hogy egyre többen regisztrálnak, ez egy jó tendencia. Hogy a, hogyha ez az elegendő mennyiségű vakcina megérkezik, amire most számítunk, és erre nagyon nagy esély van, akkor húsvétig a mostani regisztráltakat be lehet oltani, és akkor folyamatosan, pontosan ezért halad az oltási tervnek a végrehajtása, hiszen lezárult az egészségügy kampányszeroltása a szociális intézményekben a kampányszerű oltás, és most már a 60 év fölötti a legidősebbeket oltják illetve egy típusú vakcinával a 60 év alatti krónikus betegeket. Lesz ennyi ember, aki szeretné beoltatni magát? És ez azért kérdezem, a demokratikus koalíció kiadott ma egy közleményt. Azt mondják, hogy egy medián felmérés szerint Budapesten, ahol amúgy az oltás, az átlagosnál jobban oltáspártiak az emberek, még ott is a fideszesek fele sem adatná be magának a kínai vakcinát. Elképesztő, hogy a baloldal folyamatosan kipécéz vakcinákat és támadja a szakembereket és a magyar hatóságokat. Én látom, hogy ők vakcina szakértőkké akarnak előlépni, én mégiscsak a magyar szakemberekben bízom. A magyar szakemberek szavát hiszem el, és a magyar szakemberek szaktudásában bízom abból a szempontból, hogy amit ők biztonságos és hatékony vakcinának minősítenek, akkor az a magyar embereknek a rendelkezés álljon, és az jó lesz a magyar embereknek. Én azt gondolom, hogy a baloldal oltás ellenes, hiszen támad vakcinákat. A baloldalnak az az érdeke, hogy elhúzódjon ez a válság, és ő ez alatt a kormány tudja támadni, mert ő azt gondolja, hogyha az országnak rossz, az rossz a kormánynak, és az jó a baloldalnak. Mi nem így gondolkozunk, mi a szakemberekben bízunk és biztosítjuk azokhoz az, a feltételeket a döntésekkel, a parlamenti döntésekkel és a kormányzati döntésekkel, hogy a lehető leghamarabb rendelkezés álljon a legnagyobb Én mennyiség. Ha elfogadjuk vaccin. a medián számait, akkor a fideszesek is oltás ellenesek. Hogyha a medián azt mondja, hogy a fideszesek fele sem adatná be magának. Én azt látom, hogy november óta folyamatosan emelkedik a kutatásokban a magukat beoltani kívánóknak a száma, és már valahol 60% fölött van. Ez egy nagyon-nagyon jó tendencia, amit az utóbbi két-három hónapban láthattunk. Én azt remélem, hogy most a következő hetekben még tovább nő majd az oltási kedv. Egyébként pont ez a 60-65%, aki már magát beoltatná a közvénykutatások szerint nagyjából a tudósok szerint ez már elég a nyári immunitáshoz. Viszont ha elfogadjuk a DK érvelését, hogy a Fideszesek felesem, akkor 130. Mindig egy veszélyes 100, terep, 130, 130, mindig egy terep hogyha a DK érvelését vesszük alapul. Fekete Győr András viszont azt mondja, hogy ő inkább egy biztonságos oltást látna szívesen, ugye, és itt felidézték kormány Viktornak azt a hasonlatát, hogy a, ahol leesik egy teherautóról egy láda vakcina, ott, ott, kell lenni egy magyar fürkésznek, és el kell kapni azt, ő azt mondja, hogy ő meg azt szeretné, hogy inkább az biztonságosabb lenne. Hogyha a Momentum sok, sok kampányolt azzal, hogy kizárólag az Európai Uniós beszerzésből kapjunk vakcinákat, hogyha, és ezt, engedélyeztetés hogyha az Európai Uniós, Európai Uniós, beszerzésre várunk, akkor körülbelül év végére sikerül beoltani a magyar lakosságnak azt a részét, ami szükséges a, az úgynevezett nyáimmunitáshoz, vagy társadalmi immunitáshoz, jobban szeretem ezt a szót. Ezért nem lehet várni, a lassabb európai beszerzése. Természetesen folyamatosan érkeznek a, a Pfizer és a Moderna vakcinák is, amit az Európai Bizottság szerződései alapján kell Magyarországra érkezniük. De én azt gondolom, hogy a, megint csak a magyar szakembereket támadja a baloldal. A magyar szakemberek mondják meg, hogy biztonságos-e egy vakcina, és hogy hatékony -e egy vakcina. Ennek a kettőnek kell megfelelnie, és nem fekete győrandás mondja meg, hogy egy vakcina biztonságos-e, hanem a magyar szakemberek De. és a Gyógyszerészeti Intézet. Hódmezővásárhely polgármestere Márki Zaj Péter azt fejtegette az ATV-ben, ha összeomlan az egészségügyi ellátás, akkor azzal térdre lehetne kényszeríteni a kormányt. Mennyiben tekinthető ez ön szerint a baloldal hivatalos véleményének? Hát először is azt szeretném mondani, hogy egészen elképesztő, amit a Hódmezővásárhely polgármester megenged magának egy járványhelyet kellős közepén. Egy országos televízióban arról értekezik, hogyha minden orvos most ott hagyná a munkáját és kilépne a kórházból, sztrájkolna, a járványhelyzet kellős közepén, akkor az azért lenne jó, mert nekik a baloldalnak jó lenne, mert ők meg tudnák buktatni Orbán Viktort ezzel a manőverrel. Ez a fejtegetésnek a lényege. Annyira fontos a baloldalnak a hatalom, és annyira minden szempontot felülír, hogy veszélyeztetnének emberéleteket, veszélyeztetnének egészségügyi beavatkozásokat, az egész magyar egészségügyi rendszert, hiszen most is látjuk, hogy hogy mennyire számíthatunk az orvosainkra, ápolóinkra, milyen hősiesen uh, helytállnak ebben a küzdelemben, hiszen egy világjárvány kellős közepén vagyunk. Ilyenkor uh, egy ilyen kijelentést tenni, minimum felelőtten, és egyéb szavak, amik eszembe jutnak, az pedig nem ide ja, a gondolja, hogy ez általánosan jellemző a teljes baloldalra? Azt látom, hogy minden megnyilvánulásukban azt, uh, azt uh, jelzik, hogy ők azt szeretnék, ha ez a válság elhúzódna, mert ők azt gondolják, ha ez rossz az országnak, akkor rossz a kormánynak, árt a kormánynak, és ezáltal a baloldal pedig nyervele. vele. A miniszterelnök arra kéri, újra arra kéri az ellenzéket, hogy adja meg a rendkívüli felhatalmazást, hosszabbítsa meg a parlament a felhatalmazás, és ugye abban benne van egy olyan mondat is, vagy egy olyan gondolat, hogy az országgyűlés politikailag elismeri a kormány eddigi járványkezelésben tett erőfeszítéseit. Ön szerint esélyes az, hogy bármelyik baloldali ellenzéki párt ezt meg fogja szavazni? Kedden tárgyalunk erről a törvényjavaslatról az országgyűlésbe, hogy további 90 napra megadjuk a kormánynak azt a felhatalmazást, amit a veszélyhelyzet idején a rendeleti kormányzás jelent. Semmi rendkívüli nincs ebben, hiszen járvány van, tart folyamatosan a járvány, lejár ez a mandátum, ezért meg kell hosszabbítani. Ebben a keretben kell ezt, ezt kezelnünk, hiszen arról van szó, hogy itt van velünk a vírus, látjuk, hogy egész Európában jelen van a járvány, sok helyen már a harmadik hullámmal néznek szembe, tehát egyértelmű, hogy folytatni kell ezt a, ezt a fajta politikát, és én nagyon remélem, hogy a baloldali képviselők a, nem követik el azt a, azt a felelőtlenséget, amit tavasszal elkövettek, amikor azt mondták, hogy nem adják meg a kormánynak a felhatalmazást, ezzel értékes heteket vesztettünk, és ezzel kivonták magukat Ön a vírus. Hisz a abban, hogy meg fogják én remélem. Szavazni? nem, nem bocsájtkoznék találgatásokban, én remélem, hogy a baloldali képviselők egyszer belátják, hogy végre az ország érdeke szerint kellene szavazni. Mi lesz még a napi renden? Hétfőn kezdődik a parlament? Miniszterelnök úr politikai vagy nyitójával fog kezdődni a parlamenti ülés hétfőn, hiszen beszámol az elmúlt időszak fejleményéről, a járvány elleni küzdelemről és a gazdaság újraindításáról. Ezek lesznek a legfontosabb témák nekünk fontos, hogy meghozzuk azokat a döntéseket, és hozzájáruljunk a szavazatainkkal is azokhoz a döntésekhez, amivel végre magunk mögött tudjuk majd ezt a járványt hagyni. A vakcina beszerzés, a gazdaság újraindítása, ezek lesznek a legfontosabb témák a tavaszi ülésszakban. Itt a kormány a 133 Fideszes képviselőre mindenképpen számíthat és egyébként egy szimbolikus nap is hétfő, el is fogunk fogadni egy politikai nyilatkozatot, hiszen a Visegrádi csoport pont 30 éve alapult, hétfő lesz 30 éve, hogy megalakult a Visegrádi csoport, akkor Csehszlovákia, Lengyelország és Magyarország közreműködésével, ami azóta is az egyik legerősebb európai szövetség és a közép-európai felemelkedésnek a kulcsa. Nyugdíjakkal kezdtük, fejezzük is be, azzal hogy elkezdték postázni az újraépített 13. havi nyugdíjat. fenyegeti -e bármilyen veszély ennek a 13. havi nyugdíjnak a visszaépítését gondolok arra, hogy a gazdaság a járványhelyzet miatt nehéz helyzetbe került. Mi azt gondoljuk, hogy bármilyen nehéz is a gazdaságnak, a költségvetésnek, meg kell becsülnünk azokat, akik évtizedekig a hátukon vitték ezt az országot munkájukkal, gyermeknevelésükkel, tudásukkal felépítették ezt az országot az elmúlt évtizedekben, ezért mi a válsághelyzetben sem szeretnénk elfelejtkezni az idősekről. Erről szól a 13. havi nyugdíj visszaépítése, aminek ma kezdődött meg a kézbesítés, az első részletének a kézbesítése. Ez az a 13. havi nyugdíj, amit 2009. március 13-án Gyurcsány Ferenc vezette kormány benyújtott törvényosatban elvett a magyar emberektől és a magyar nyugdíjasoktól, mert számukra a válságkezelés ott kezdődött, hogy a családokon és a nyugdíjasokon spórolna. Képviselő köszönöm, hogy itt köszönöm a lehetőséget.